Mindenki, aki F2-zik, elmondhatja magáról, hogy volt egy F2 időszaka. Amire, hogyha visszagondol az ember, akkor rájön, hogy mekkora baromságokat csinált. Szimplán azért, mert nem ismerte a játékot akkor még. Ebben a videóban elmondok 5 dolgot, amit én csináltam, amikor F2-B voltam. Mikor elkezdtem a TF2-t egy haverommal, akkor felmentünk egy random szerverre, ahol volt cast limit. Már nem tudom, mi volt a szerver, de a lényeg, hogy cast limit az volt. És a haverommal mind a ketten sniperezni akartunk. Nem voltunk hajlandók semmi mással játszani. Tehát valahogy olyan furcsának tűnt, hogy most egy rakétövetővel szaladgáljak meg egy lángszóróval. Nem tudom, miért volt ennyire furcsa, de a lényeg, hogy nem akartunk semmi mással játszani, csak sniperre, mert azt tűnt normálisnak. Viszont a cast limit miatt nem volt elég egy sniperbe, és egyszerre nem tudtunk mind a ketten sniperezni, hanem csak az egyikünk. Ezért beosztottuk, hogy 5 percenként váltottuk ki sniper, és addig a másik a spawnon ült. Bizony gyerekek, addig a másik nem játszott, nem csinált valamit, hanem beállt egy random másik azba, és várt a spawnon, hogy ő sniperezhesse, mert tényleg nem voltunk hajlandók semmi mással játszani. És még azt is hozzátenném, hogy aki éppen sniperezett, az se tett túl sok jót, mert leginkább SMG-vel szaladgáltunk, és újra meghaltunk, úgyhogy... Nem igazán tudom elképzelni, hogy aznap megöltünk volna bárkit, de igazából mi el voltunk így, egyikünk a spawnon ült és kicsit várt, a másik pedig jól szórakozott a sniperrel, SMG-vel, úgyhogy így töltöttük azt a napot. Egy ideig nem tudtam, hogy a plikas csinál bármit a TF2-ben. Anélkül játszottam mindent, ami azt jelenti, hogy nem robbantottam fel a sticky bombáimat, nem tudtam lövés nélkül pörgetni a heavy minigányát, és nem tudtam überezni se. Nem is tudtam, hogy a többiek hogy csinálják, hogy váót, villognak, csillognak az emberek, és nem tudtam, hogy mi történik ott, de... Igazából annyira nem is hiányzott, én el voltam nélküle. A sticky bombákra azt hittem, hogy ha valaki rálép, akkor felrobban. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy oké, itt hagyom ezeket, majd biztos valakit megöl, és igazából később meg rá gondoltam, hogy lehet nem is öltem meg vele senkit, de biztos, hogy nem vettem észre, úgyhogy én úgy voltam vele, hogy a sticky bombákkal én ölök embereket folyamatosan csak hogy... Igazából ez nem így történt, mert ezeket fel kell robbantani, és én erről rengeteg ideig nem tudtam, hogy a jó plikat csinál bármit a TF2-ben. Mikor karácsonykor kaptunk ingyenes MVM-jegyeket, én imádtam elhasználni őket. Az már egy másik kérdés, hogy szerintem a csapattársaim igazán szerették, hogy ott vagyok. Emlékszem, rengetegszer nem is upgrade-eltem semmit, viszont amikor igen, akkor a képek alapján néztem, hogy mire fejleszek. Tehát, hogy nem olvastam el a 100%-okat, a szövegeket, a leírásokat, semmit, hanem néztem a képeket, és ez jónak néz ki, akkor erre rakjunk 2, úgyhogy ilyen teljesen random, ócska, gagyi fejlesztéseket raktam, tehát például Engineer-re, Mini Sentry, meg ilyesmi, és ami a legfőbb dolog, hogy soha nem raktam a robbanás ellenállásra, pedig az egy nagyon fontos upgrade. Viszont néztem az ikonját, és nekem az úgy tűnt, hogy egy láb belecsapódik a földbe, és igazából valamennyire úgy is ki szerintem. És ebből azt gondoltam, hogy ez fall damage-et csökkent. Tehát, hogyha valonnan leesek magasra, akkor kevesebbet sebződök, és így gondolkodtam, hogy hát ez igazából nem történik meg olyan gyakran MVM-ben, úgyhogy ez igazából teljes mértékben egy felesleges upgrade. Ezért soha egyetlen pontot nem raktam a robbanás védelemre. Aztán pedig gondolom csodálkoztam, miért haltam meg olyan hamar, de igazából utólag már rájöttem, hogy ez történt. Kezdetben imádtam spályozni, amivel alapvetően nem is lenne nagy gond, viszont így visszagondolva rájöttem, hogy nem tudtam, mire való az álcázás, és nem tudtam, mire való a szepper. Egyiket se tudtam, pedig mind a kettő egy eléggé fontos része a spálynak, és én enélkül spályoztam napokon keresztül, úgyhogy valamit talán elértem, de nem hiszem, hogy ilyen nagyon sokat. Tehát, hogy ott volt a szepper nálam, és nem tudtam, mit kell csinálni. Próbáltam falra rakni, próbáltam emberekre használni, és nem értettem, nem tudtam képzelni, mire való. Úgyhogy idő után hagytam, és nem is foglalkoztam bele, és nem használtam soha semmire. Álcázás pedig sem nem is használtam, nem is próbáltam meghasználni, én nem is láttam, hogy a többiek használják, úgyhogy nem is tudtam, hogy ez a funkció benne van a játékban, hogy át lehet változni ellenségi, úgyhogy azt sem használtam, egyszerűen backstabelgettem is, és láthatatlanná váltam. Ez a kettőben nekem szerintem még pisztolyoztam egy kicsikét, de a lényeg, hogy a spy, ami éppen akkor a main custom volt, hogy valamennyire annak a két egyik legnagyobb részét nem nagyon használtam semmennyire, mert nem tudtam a létezésükről, úgyhogy ja, jó kis spy mail lehettem. Mikor láttam más engineeröket idomítózni a szentriüket, én nem tudtam, ez egy külön item. Én azt hittem, az egy level 4-es szentri, ami kapott egy védőpajzsot, és emiatt sokkal erősebb. Ezért, amikor volt nekem egy level 3-as szentrim, akkor még mindig ütöttem tovább, hogy felfejlesztem level 4-esre, de ez valószínűleg sem történt meg, és én igazából nem értettem, hogy miért is nekem level 4-es szentrim. Én is szeretem volna egy menő védőpajzsot rá, ami biztos rengeteg mindent kivéd. És így rengeteg idő eltelt, amíg szomorú voltam, hogy hát nekem nincs level 4-es szentrim, mire valaki megmondta, hogy ez egy külön item, és annak az a lényeg, hogy irányítod a szentrim vele, úgyhogy, ja, végül soha nem kaptam meg azt a áhított level 4-es szentrit.